lesz, hogy a következő dolog, amiről meg fogunk beszélni egy kicsit, hogy ez az Ayurveda, vegán kérdés. Múltkor erről egy kicsit a hosszabb előadásban már beszéltem, hogy, ugye a szatvikus táplálkozás, a jóság kötőjének a táplálkozása fontos a jógi számára. Viszont, hogyha valaki megnézi, hogy mi az Ayurveda, akkor az Ayurveda azért egy egész nagy tág intervallumban beszél táplálkozásról, és néha felfedezhetünk az Ayurvédában rengeteg olyan részt is, ami már esetleg nem szatvikus, amiben belecsúszik a szenvedélykötőerének a táplálkozásába, vagy akár a tudatlanság. Ugye van olyan részek, ahol említi azt, hogy egyél húst. Ugye előzőekben beszéltünk arról, hogy milyen tudati, rossz tudati hatása van annak, amikor valaki húst teszik. Ugye az jogi számára egyszerűen csak nem járható út. De az Ayurveda mégis beszél róla, szóval ugye akkor van egy ilyen zavar, hogy most akkor az Ayurveda, de mindig a jógások, azok mindig az Ayurvédára hivatkoznak, de közben az Ayurvédában van az, hogy ez, és akkor hagyma, és akkor minden más. Ez azért van így, lehet ezt egy ilyen fő mottónak föltenni magunk elő, vagy egy fő elvnek, hogy minden jógikus dolog ajurvédikus, de nem minden ajurvédikus dolog jógikus. Tehát ez egy örök el. Ezt jegyezzétek meg jogások, hogy amikor emberek jönnek, és akkor mondjuk figyelj, itt a hagymakúra, és ez is az. Oké, ajurvédikus. Gyógyít. Nagyon sok jó hatása van, de nem szatvikus. Szóval a jogi az ezeket a részét az ajurvédának elrakja, és használják gyógyításra más olyan emberek, akik nem tudják követni a jóság kötőerejének a szatvikus életnek az elvei, akkor ők használják, de alapvetően nem kedvező a jóga gyakorlásának megfelelő. Tehát egy jógi az Ayurvédának azt a részét rakja az életében, ami szatvikus. Minden más dolog terápiás módszerrel használható, de nem hosszú távon ugye jön a kérdés, itt megint felvetődik az a vegán, vagy vega, vagy ugye ez a másik ilyen nagy, jelentős ilyen nézetbeli különbségeket létrehozó, ugye ellentéteket létrehozó, jogások közötti ellentétet létrehozó dolog, hogy most akkor vegának kell lenni, vagy vegánnak kell lenni. Dióhéjban azért ezt is elmondom, igaz a múltkori előadás az erről szól. De alapvetően tudjuk azt, hogy a jógikus, szatvikus, jógás szentírások, és mi ugye, mivel hogy jóga követők vagyunk, nem pedig ugye minden más New Age filozófiákat követő emberek, akkor mi elfogadjuk azt, ugye mivel hogy a védák, az Ayurveda is Istentől jött tökéletes szentírás, ugye ez egy fő elv, hogy akkor mi annak vagyunk a követői, amiben ugye le van írva, hogy a ghee, a tisztított vaj például, és az ilyen tejtermékek, amik természetesen olyan forrásból származnak, ami ahimsa, ami erőszakmentes, tehát ahol szépen gondot viselnek a tehenekre, ahol nem ölik meg, ahol nem zsákmányolják ki. Ugye? És a védikus kultúrában a tehén védelem az egyik a fő dolog volt. Művelni a földet és védeni a teheneket, nagyon szépen tartani a teheneket, ugye szent állatként van Indiában tisztelve a tehén, mert olyan, mint az anyánk, mert adja a tejét. Mind a mellett pedig a tej, mondják azt a védikus szentének, hogy a tej az a szenteknek az eledele. Az nagyon érdekes, mert vannak ugye a legtöbb ilyen nagyon lemondott jógik szentek, azok nem isznak semmit, csak tejet. Jó, hogy lehet csak tejen megélni? A valóság az az, hogy amikor a tejet, de akkor megfejlik a tehenet, akkor ha még elfogyasztod a tejet 30 percen belül, a test számára minden fontos enzim, 32 enzim jelen van benne. Ha fejlés után azonnal fél órán belül elfogyasztod. És az minden biztosít a test számára, ami az élethez szükséges. Ezért volt az, hogy mindig fejlés időben mentek a jógik, a szentek, a háztartók házához, és koltoltak tejet. Mert csak azon el lehet élni.
ennyire csodás a tehén. Ennyire értékes állat a tehén ebben a világban. Utána, hogy ez a fél óra eltelik, a tej kihűl, akkor utána már rengeteg dolog eltűnik belőle, ami hasznos. Szóval ez is egy ilyen érdekes információ azzal kapcsolatban, hogy a tejben mi van benne és mi nem. Hát, az Ajurvéda már mondja is azt, hogy hidegen tejet soha ne igyál, mert akkor az meg kifejezetten nem jó. Tehát a tejet azt mindig föl kéne forralni. Vagy készíteni belőle olyan más ételeket, ami joghurt, és ugye az ilyen különböző fél, a panír, ugye ez a házi sajt, az megint nem a rohasztás által, ugye ez a nyugati sárga sajtok, amire azt mondják, hogy ez annyira nem jó. A panír az, amit úgy csinálnak, hogy savval kicsapatják, az teljesen más, megint nagyon-nagyon kedvező a testnek a panír. Nem úgy, mint a mindenféle ilyen erjesztett sajtok, az már annyira nem. Tehát ez is már a nyugati kitalációk a világnak így a találmányai, hogyha elmész a védikus, egy ajurvédikus indiai, ott lesz ghee, ott lesz panér, ezek mind csodálatos joghurt, ezek mind csodálatos hatással vannak az emberi testre és az agyra. Azt mondják, hogy a tej az, ami az emberi agynak a finom szöveteit létrehozza, amivel meg tudod érteni a transzcendentális tudást. Ez is jogikus szentírásokból vett idézet. Szóval, de ugye a vegánság az meg megint egy olyan dolog, hogy ebben a nyugati világban viszont egy elég jó dolog is lehet. Nem fanatikusan, nem ész nélkül, hanem ugye annak a szemléletében, hogy oké, itt nyugaton hogyan tartják a teheneket, ugye a gazdaságokban, meg levágják utána, tehát ott már akkor lehet, hogy nem biztos, hogy jó, hogy támogatjuk azt, hogy ez létrejöjjön. És nagyon sok ember meg beteg. Szóval amikor ugye a nyugati társadalomban már mindenki glutén érzékeny, meg mindenki tejérzékeny, meg tejfehérje, meg minden 10 emberből 9 garantáltan, akkor utána igen, lehet egy ilyen filozófiai végkövetkeztetése annak, hogy hú, a tej az nem jó. Nem, a tej az jó, csak te beteg vagy. És neked nem jó. Szóval ne általánosítsunk, és akkor csináljunk egy filozófiát arra vonatkozólag, hogy te nem vagy képes valamire. Mert igazából azt tudnám mondani, hogy a klasszikus 84 klasszikus hatha jóga ászana az mindenkinek jó. Aki egészséges. És mindenki meg is tudja csinálni. Mert ugye az egészséges test az ezeket nehézség nélkül megcsinálja. És eljössz itt a nyugati emberekhez, Város Béli, buhányok, nyavajások, vagy nyugtörnyek, látszik, ugye? Mindenki bejönnek jogor, se erre, se arra, azt te meg ne csináld, mert neked magas vérnyomásod van, neked meg szívritmus zavarod meg, és akkor a csomó minden hirtelen kikerül az ászanák közül, hogy te ezt nem, ez nem azt jelenti, hogy az ászana nem jó, hanem egyszerűen, hogy csak képtelen vagy megcsinálni, és az neked úgy nem jó. Szóval egy szempontból az emberek nagy részének a tehén már annyira nem jó. De aztán megnézzük azt a pontot is, hogy most az a tej, amiket itt árulnak, hogy elmész a boltba és semmi köze nincs a tejhez, az megint egy másik pont. Ismerek olyan embert, aki elment jóga táborba, tejérzékeny, full tejérzékeny, egy pohár tejet iszik és meghalt tőle, felpuffad, hasmenés, minden. Kimentünk Indiába, ilyen jogás helyeken, falta a tejet, a sajtot, a joghurtot, mindent. Semmi baja nem volt tőle. Ennyi. Értitek? Tehát az, hogy itt, ebben a nyugati világban ugye a tej, mert az nem tej. Tele van minden, itt is mindenféle adalékanyag, cukor, ízesítő, mindent beleraknak már. Iskolatejbe belerakják a fehér cukrot, azért akkor gyerekek megisszák. Mérgezzük tovább. Szóval mindegy, lényeg az, hogy a tej az már nem tej. És akkor még hozzáadódik az, hogy az emberek betegek, akkor lehet azt mondani, hogy gyerekek inkább akkor legyetek vegánok. Ami egy jó dolog, mert ugyanúgy szatvikus, stb. De hogyha mód van rá, ugye jogások azért mindig nem ész nélkül vegának. Én is rizs tejet, gabonatejeket iszok. Nekem sem annyira jó. Mondhatni azt, hogy majdnem vegán vagyok. De hogyha olyan helyre kerülök, ahol olyan helyről származik a tej, ahol valóban tej, fejik a teheneket, kintartják őket erőszakmentesen, vannak ilyen helyek, akkor ott én bármilyen körülmények között eszem tejet. Vagy szerzek onnan tejet, és akkor
otthon csinálok ghee-t, stb. 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 Vagy Indiában akár. Tehát nem vagyok úgymond kocka, vegán. Mert hogyha amikor jó helyről származunk tej, akkor az egy jogikus, szatvikus dolog. De ezt kell érteni a mögötte lévő tudást. Amikor jönnek emberek, és akkor viszik a zászlót, és akkor tombolnak, és akkor azt se tudják, miről beszélnek a vegánsággal kapcsolatban. A vegánok nagy része sajnos ilyen fanatikus, és elkezd válni. De nem baj, szóval mi jogik, vagy jogások, akkor mi mindig tartjuk magunkat ahhoz a standardhez, ami le van írva a védákban, a jövédelben, stb. És akkor abban nem lesz baj, akkor mindig ugye ez nagyon tudományos végkövetkeztetése ezeknek a dolgok. Jó? Tehát tudjuk azt, hogy az ajurvéda és a jóga, a szatvikus, jogikus táplálkozás az mindig így együtt jár. Szóval mi van leírva az ajurvédában, jogik azt követik, és ezért van sokszor, hogy amikor beszélünk egészséges táplálkozásról, akkor idézzük azt, hogy az ajurvéda ezt ajánlja, az ajurvéda azt ajánlja. De ahhoz, hogy tudjuk, hogy az ajurvéda azért még miből áll, ahhoz meg, és hogy ne legyünk megzavarodva, hogy az ajurvéda azért ezt is, meg ezt is, meg ezt is mondja, azért beszéltem most itt pár percben arról, hogy akkor az ajurvéda és a szatvikus, jogikus táplálkozás az hogyan épül egymásba, hogyan használ a jóga táplálkozás az ajurvédából részeket, de nincs lepecsételve minden az ajurvédában azzal kapcsolatban, hogy mi jogikus vagy mi nem. Ezzel kapcsolatban valami kérdés? Nincs, minden világos. Jó, akkor megyünk megint, csinálunk egy részt.